kedves közönségünk, kedves kollégák, hiszen ez egy főpróba, nem egy előadás. Most arról tudok beszámolni, én Angeli Szudán, az iskolának a vezetője vagyok, ennek az estnek a szerkesztője, Fuchs Líviával együtt, fénytervezője, Pete Orsolyával együtt, ennek az első darabnak a koreográfusa, a kilenc táncossal együtt, és a konferencié maga. Arról fogok holnap beszélni, és már ma is, hogy a rekonstrukció az egy teljesen új feladat volt nekünk, mert a kortárs tánc ez egy jövő-orientált kutató táncműfaj, és mi most a múltunkat kutattuk, nem a jövőnket, ami egy új és nehéz feladat volt. Hát ilyenkor azt szokták mondani, hogy dönts el a közönség, hogy ez hogy sikerült. Hát szerintem ezt a közönség is mi is el tudjuk dönteni részben. Ez egy nagyon hosszú folyamat, meg kell tanulni. Eddig nem kutattuk a múltunkat túlzottan. Három alapvető irányt tudunk magunk előtt. Az egyik az a néptánc, amit itt az Etude Bokázóra című darab képvisel Györgyfalvai Katalinak a munkája. Hogyha a közönség kap egy kis fényt, akkor mindjárt böngészheti is a műsorfüzetben. Valahol a műsor végén lesz az Etude Bokázóra című Györgyfalvai Katalin koreográfia. Most a legrégibb darab következik, ezt már 1944-ben tiltották be először, aztán még néhányszor, mint a itt ülő Éva néni generációját kitelepítették, áttelepítették, betiltották. Most nincsen igazán betiltva, úgyhogy megcsináltuk az Elemek című munkát. Videóról egy évvel ezelőtti előadásból rekonstruáltuk, majd Éva néni segítségével valósítottuk meg. A következő darab, azt nem tiltották be, de sosem volt színpadon, mert Imre Zoltán halála előtti utolsó műveként eleve televízióra, filmre készítette, ez az Intermezzo. Ott az a szerencsénk volt, hogy Fekete Hédi táncolta annak idején, aki nálunk tanít, és most segített őnekik rekonstruálni ezt a darabot. Még egy, akkor a három történeti művünket, azt mondtam, mert negyedik sajnos nincsen, Eck Imre darabját egyszerűség kedvére a Pécsi Balettől kértük, akik a Nyári Színház keretében ezt gyönyörűen megvalósították, de ők, különösen a vezetőjük, annyira igényes, hogy ő nem tudta úgy eltáncolni, amennyire szeretné, szerződés ellenére is nem vállalkozott rá, valamint azoknak is megtiltotta, akik el tudták volna táncolni, hogy az eredeti táncosokkal, Hetényi Jánossal és Hander Edit segítségével ők ezt eltáncolják, úgyhogy ehelyett egy rövid film összeállítást készítettünk Eck Imréről, akit nem szeretnénk kihagyni a múltunkból, mert emberekben, tánctechnikailag, szellemiségében, szemmel láthatólag valahogy azok az emberek, akik onnan jönnek, azok közel álltak kezdettől a iskolánkhoz. Ez a múlt. Én is a múlthoz tartozom, mert az Imre Zoli darabjánál egy régebbi struktúra ez a 9-es. És két darab van még ezen kívül, Horváth Csaba és Kun Attila munkái, fordított sorrendben vannak az estben. Ők most jelenleg tanítanak mi nálunk, és a táncosokkal együttműködve hozták létre ezt a két művet. Holnap szélesebb közönség előtt kevesebbet fogok még ennél is beszélni. Thank you.
Thank you.
Thank you.